Nagyon szépen köszönöm a meghívást. Néhányszor bemutatkozott ebben a teremben a Fortepán, és igyekeztem olyan képeket összeszedni, amik, hogy esetleg nem ugyanazokat, mint amiket már mutattam. Azzal kezdtem, hogy rákerestem a Fortepánon, beírtam, hogy Várostiget, és 1697 találatot kaptam, önmagában is az egy elég jelentős gyűjtemény szerintem. Hogy lényegében micsoda, ezt nagyon egyszerű elmondani, egy válogatott online ingyenes fotóarchívum, és mindegyik szót meg fogom magyarázni. Ez most nem tartozik egészen ide, ezt rossz helyre tettem sajnos ezt a diát, azt akartam ezzel mondani, hogy körülbelül 5 évvel a Fortepán indulása után, 2010. augusztus 20-án indult el a Fortepán, egyfajta lopakodó aktivizmus jelent meg a nagyjából akkor, mikor én csatlakoztam a csapathoz, de ez egyáltalán nem belőle mered, csak ez egy véletlenség, hogy azt szeretnénk, hogy minél kevésbé lehessen pénzt kérni a közgyűjteményeikben levő fotográfiákért, tehát szeretnénk ezt a fajta piacot lerombolni, vagy nagyon szűkíteni. Miért ingyenes? Azt szokták mondani, hogy azért ingyenes, mert ez a jófejség miatt van, hogy Tamási Miklós a Fortepán alapítója az annyira jófejű, hogy mindent ingyen akar adni. Ez természetesen igaz, de van ennek egy másik oldala is. A közbizalom sokkal nagyobb, hogy ingyenes. Tehát örökké ingyenes, ameddig a Tamási Miklós vagy az ő barátai működtetik ezt a honlapot, eddig ez örökké ingyenes lesz. És Tamási Miklós azt is szokta mondani, hogy ez azért van, mert ez biztosítja az adományok állandó folyamát. Természetesen azok az adományozók, akik találtak negatívokkal teli dobozokat a padláson, azok elvihették volna a Nemzeti Múzeumban, csodálatos fotótár van, de valahogy a közbizalom nem nagy a nagy állami intézmények iránt, a Fortepánhoz pedig minden héten kap egy telefonhívást, hogy kell-e valami. A Creative Commons 3.0 szabvány szerint működünk, ez azt jelenti, hogy engedély nélkül, nagy felbontásban bármire lehet használni a Fortepán képeit, akár pénzszerzésre is. Ez azt jelenti, ha valaki képeslapot nyomtat a Fortepán képekből, és ráírja, hogy honnan vannak a képek, akkor bármilyen sok pénzt kereshet, annélkül, hogy egy fillért fizethetne a Fortepánnak, mi ennek nagyon-nagyon-nagyon örülünk. Annak nem örülünk, és akkor megpróbálunk jogi úton fellépni, vagy szekálással elérni céljainkat, hogyha meglátjuk, mint nemrég megláttam, hogy egy nagy amerikai fotószájton Fortepán képeket pénzért árultak, és akkor azonnal tiltakoztam, és akkor oda vezettek egy beszállítóhoz, aki úgy érezte, hogy az jó felség, hogy a Fortepánról leveszi ingyen a képeket, majd beadja a pénzért egy ilyen nagy szájthoz, és akkor megígérte, hogy leveszi, és valóban le is vette, de a napokban észrevettem, hogy ismét visszatette, hogy újból kezdjük a harcot. Ahogy mondtam, az indulás 2010. augusztus 20-án történt, akkor 5000 kép került föl. Nem annotált képek, csak időrendben volt, nagyjából időrendben. Hát ez a szám se stimmel, mert éppen 100 000 kép van most rajta, és mindegyik annotált és kereshető is. Szabad szavason is lehet keresni, de tessék elképzelni, hogy a 100 000 képre összesen 8500 címszó szerint lehet keresni. Ez egy irtozatosan nagy szám, de olyan is van, hogy felülnézet, vagy szemelétet, kéz, vagy kinyújtott új, a legexotikusabb dolgok is vannak. Az olvasók javasolhatnak címszót, és van egy címszó szerkesztő, aki aztán vagy elfogadja, nem. Hát így néz ki, ugye ezt mindenki ismeri. Rövidesen egy alapvetően megújított szájt készül el, sajnos az nekünk ingyen dolgozó programozó teljesen megbízhatatlan, és azért jó, hogyha meg tudjuk fizetni a munkát, mert akkor egy bizonyos fegyelmezettebb munka várható el. Azt ígérte, hogy a 100 000. Kép alkalmából be tudjuk vezetni a felújított szájt, hogy sajnos még nem. Itt látható a Fortepán alapítója és főszerkesztője, Tamási Miklós, aki egy introvertált zseni, neki kellene itt állni és népszerűsíteni a szájtot, de mindig engem küld erre a megtisztelő feladatra. Itt tépelődés közben látható. A Fortepán autonómiák láncolatára épül, ami azt jelenti, hogy már az egy autonómia, hogy ki mit hoz el nekünk, illetve, hogy ki mit ad át a saját családi képeiből. A múltkor egy félreértés folytán egyik legjobb barátom, Sali Noémi tiltakozott az ellen, hogy képeslapon
látta viszont a saját csodálatos fiatalkori, mint gyönyörű nő egy gyönyörű pulikutyával, ami a Fortepanon volt, és egy képeslap gyártó ilyen kisvállalkozó, legjobb jó indulattal, utána 100 képeslapot gyártott, és azt lehetett kapni valami trafikba, és Noémi ettől nagyon felháborodott, és csúnyákat mondott, ő egy indulatos valaki, és a Facebookon csúnyákat mondott erre az illetőre, de hát aztán felvilágosítottuk, hogy akkor vonja vissza a Fortepanból, mert a Fortepanból ingyenesen lehet, és oké, hogy pénzt keresett, és az különösen kétlem, hogy azzal az egy képes lappal valami hatalmas nyereségre tehetett szert a gonosz vállalkozó. Ja igen, hogy mit hoznak be, akkor a szkennelő, aztán mit tud megfelelő minőségben szkennelni, és aztán, hogy abból Tamási Miklós az autonómia vége. Véges végül ő dönti el diktatórikusan, hogy mi kerül be, mi nem kerül be. Ő nem szívbajos, ő egyszer 2000 darab Tátra hegységben készült gyönyörű természetképet kapott, és mindegyikre azt mondta, hogy köszönjük, nem kérjük, és nagyobb megbántotta az adományozót, aki szeretett volna adományozni. Azt mondja Miklós, amikor kérdezzük, hogy válogatja ki, azt mondja, hogy a jelentőségteljes képeket keresi. Meaningful photographs, hogyha angolul beszélgetünk, mármint külföldiekkel. Azt mondja, hogy mondjuk azt, ugye csodálatos vizitkártyák, tízezrei maradtak föl a fotográfia hajnaláról. Egy jól ültözött testes férfi ember néz bele így mereven a kamerába. Ilyenből nagyon keveset találunk a Fortepanon. Ez nem egy jelentőségteljes kép. Nem tudjuk, hogy kicsoda. Viselhet esetleg érdekes, néhány van, de ez nem mond el semmit, ilyen kevés kép van. Ugye 1990 előtti képeket gyűjtünk, tulajdonképpen eredetileg 1900 óta, de valójában a fotográfia kezdetei óta, ugye már vannak korábbi képek, későbbiek nem, hogy miért? Mert Miklós azt mondta, hogy őt nem érdeklik az 1990 után keletkezett képek. Valójában az analóg fotográfia végéig lehet, hogy majd egyszer ki fogjuk terjeszteni, talán érdemes lenne, de jelenleg ez így néz ki. A földrajzi keretek is fejlődtek, eredetileg ugye csak Magyarország volt, illetve Nagy Magyarország, Osztrák-Magyar Monarchia, de újabban magyar turisták képei, csodálatos velencei képek vannak, van 300-400 amerikai kép, vannak a jezsuita levéltárral való együttműködésből csodálatos magyar misszionáriusok Kínában. Szóval tulajdonképpen ez egy globális gyűjtemény. Miért fontos a nagy felbontás? Ugye ezt levéltárosoknak, történész kutatóknak nem kell mondani, hogy el lehessen olvasni, hogy a kirakatba mennyibe kerül a szalonna, mondjuk. Vagy mi van kiírva az 50-es években a kirakatban, milyen politikai jelszó. Tehát egy Lánchídi képen fantasztikus dolgokat lehet látni, hogy a mellette levő boltban kiáldogál, és milyen ruhában. Itt kezdődött minden a lomtalanításnál. Tamás Miklós és gimnáziumi barátja Szepesi Ákos nagy lomtalanítás rajongók voltak, és már 25 éve járták, és kizárólag a negatívokat és a pozitívokat hozták el. Innen ered a Fortepan. Ugye tudjuk, hogy egy fotó nyersanyagot hívtak Fortepannak. Nagyon szeretjük ezért George Eastmant, mert az Eastman céget államosították Fortepan néven, tehát hogyha nincs George Eastman, akkor nem lenne Fortepan, vagy nem így hívnák. Gyorsan végigpörgetem, hogy mik történtek az évben. Az első évben indult az OSA archívum, tűrte tulajdonképpen, hogy Miklós ott dolgozott, és az ő szerverein tárolta a képeiket. Jelentkeznek a megfejtők, és az első képadományozók is jelentkeznek. Második évben megjelentek a keresési lehetőség. Eredetileg egyáltalán nem szerepelt a Fortepan elképzelései között, hogy keresni lehessen. Azt gondolta Miklós, hogy csak töltsék le az emberek, nézegessék, bámulják, gyönyörködjenek a képekben. Rengeteg üzleti ajánlat érkezett, a rengeteg mondjuk fél tucat, és mindegyiket elzavarta, nem akarta, hogy pénzt fektessenek a Fortepanba. A Simplicissimus hősedíjat is elnyerte a két alapító, a Budapest folyóirat díját. Nagyon gyorsan növekedett a népszerűsége, felfedezték a tankönyvírók, és ekkor írtuk az első pályázatot, az első sikertelen pályázatot a Szerencsejáték ZRT-nek, ugyanis felfedeztük, hogy tele van az ZRT honlapja a Fortepan képekkel, teljesen jogszerűen oda volt írva, hogy a Fortepanról, és mondtuk, hogy 2 millió forintot szeretnénk kapni a fejlesztésekre, de hát sajnos annyi kérelem volt, hogy nem jutott nekünk pénz. A negyedik évben a Szumárcium alapítvánnyal szerződött a Fortepan, és behúzódott egy szakszerű, de elég pici cég alá. Addig nem volt jogi személyisége. Itt láthatjuk a Fortepan Iowa projektet. Iowa állam, mint ismeretes, Amerika belsejében van. Arról nevezetes, hogy majdnem minden repülő elrepül fölötte, ami keletre megy, de nagyon kevesen jártak ott. Onnan kaptunk egy
e-mailt, hogy rábukkantak erre a csodálatos gyűjteményre, és szeretnék ezt lemásolni. És ez meg is történt, fortepán.us alatt iowai családi képek tömege látható. Itt van a megnyitáskor, ott jelen voltam, és azt mondta az egyetem dékánja, hogy nagy nap ez Iowa állam életében, amit én egy túlzásnak éreztem, de nagyon jól esett, hogy életemben először nem Amerikából importálunk valamit, hanem Magyarországról exportálunk valamit az Egyesült Államokba. Hát itt látható a Iowa, ilyen tipikus képek vannak a Fortepán Iowa-n. Most egyébként kaptak egy 1,5 millió darabból álló rendezett fotógyűjteményt, amit kicsit maga alá temette őket, úgyhogy lehet, hogy ilyen feldolgozó rohamcsapatot fogunk küldeni, hogy segítsünk nekik. Igen, hát itt aztán az 5. éve hatalmas fordulópont következett be. Az egyik legerősebb és legnagyszerűbb közgyűjtemény azt mondta, hogy a legnagyobb, legféltettebb kincseit odalöki elénk a disznók elé, vagy hogy is mondjam, hogy Budapest Főváros Levéltára 1500 darab klössz képet adományozott, hogy tegyük ki. Ezek a legkeresettebb képek, és ezért csak nem fejét vették kollégái, de mégis hősiesen tűrte a támadásokat, bármint a főigazgató úr. Utolsó pillanatban egy kicsit megremegett az adományozói keze, és nem a legnagyobb felbontást adományozta nekünk, de azért még mindig nagyon-nagyon jó felbontást, és reméljük, hogy majd egyszer megkaphatjuk a legnagyobb felbontásukat. Ezt csak nemrég tudtam meg, mert Tamási Miklós titokba tartottam ezt előttem, de előtt nincs titkunk egymás előtt. Hát most itt néhány ilyen csodás képet, amit nyilván az itteni gyűjteményben jól ismerne. Ez egy nagy kedvencem, a szlavóniai tölgyek bemutatása a millennium idején. Ez egy telefonközpont, ugye? Hát a 6. évben akkor a Hungarikánó együttműködésbe bekerültünk. Biszak Sándor udvariasan megkérdezte, hogy leszívhatja az összes képünket. Mondtuk, ó, természetesen, hát bárki bármit csinálta. Jó, akkor már le is szedtem, mondta. De nagyon örülünk neki, hogy a Hungarikánó csodálatos dolog, mert az eszelősen konzervatív gyűjteményeket, meg az ilyen moderneket, mint a Fortepán össze tudta építeni, és mindenkit oda irányít, ahova kell. Van, akit a fizetéshez, a kasszához, van, akit pedig szabadon engedi letölteni. Igen, hát értek minket sikerek és kudarcok a nemzetközi együttműködésben. Az Index folyóirattal szerződést kötöttünk, és minden egyes hónapban egy szerény számlát küldhetünk nekik. Szponzorkeresésben is voltunk, de ez még nem sikerült. A második sikertelen szerencsejáték ZRT pályázat is a 6. évben volt. A 7. évben egy kis saját iroda lett a Mária téren, és az a nagy dolog történt, hogy 3 magánszemély odaadta az egyetlen fizetett alkalmazottunk fizetését előre. És 10 000 dollárt kaptunk egy kanadai archívumtól, Archive of Modern Conflictnak hívják ezt a torontói nagyszerű archívumot, amit egy milliárdos működtet a város közepén. 8. éve ez van most, újabb költözés, egy 30 méteres lakás a Batthyány utcában, és megállapodtunk a Magyar Nemzeti Galériával, hogy egy nagy kiállítást fogunk csinálni jövőre. Föltöltöttük a 100 000. képet múlt pénteken, ahol a levéltár két vezetője is megtisztelt minket jelenlétével, és elkezdtük a Fortego tesztüzemét. Talán a Fortegóról nem hallott még senki, ez egy új mobil alkalmazás. Tamási Miklós nem csak introvertált Jenny, hanem állandóan új projekteken töri a fejét, amíg munkatársai rettenetes elkeseredett harccal próbálják összevakarni a jelenlegi működésre a pénzt, addig ő új és új ötletekkel áll elő. A Fortego ez egy olyan mobil alkalmazás, amivel sétálni lehet Budapesten, és hogyha pontosan arról a helyről egy régi fényképet valaha felvetek, akkor pittyeg előjön a kép, és lehet régi, ilyen volt, ilyen lett fényképet csinálni. A május 4-én, 5-én a Budapest 100-as fesztiválon lesz tesztüzem. Az összes téren, ami szerepel a Budapest 100-on, ott ez lehet, és a nyáron pedig a Várnegyedre megpróbáljuk megcsinálni. A 9. év ugye az jövőre lesz, de már is tudjuk, hogy a Minden múlt a mi múltunk című kiállítás lesz a Magyar Nemzeti Galéria A épületében, 2000 négyzetméteren, úgyhogy majd tessék eljönni. Igen, igen, ezt most nem mesélem, mert az idő az nagyon fogy. Nagyon fontos, hogy rádöbbentünk, hogy a Fortepánnak van egy úgynevezett cukiság faktora, ami utálatos tulajdonképpen. Tehát ugye a törzsanyaga, a legtöbb családi képet, amit kaptunk, az olyan nagyon, az emberek olyan vidámak, nyaralnak, síelnek, beszélgetnek, karácsonyfa, csupa klassz dolog. Milyen cuki a legtöbb kép. És ezért
A cukiságfaktor tudatos csökkentése érdekében sikerült elérni, talán Sipos András főosztályvezető úr hívta fel a figyelmünket, hogy a budapesti rendőrfőkapitányság bűnügyi technikai osztálya helyszínelő képei, azok itt hevernek feldolgozatlanul a levéltárban, és akkor Tamási Miklós elkezdte ezt, és két év után lelki okokból abba hagyta átmenetileg a dolgot. Azt mondta, hogy egyáltalán nem bír már több öngyilkost megnézni, és azt döntötte el egyébként a belső tanácsa a Fortepánnak, hogy nem teszünk föl igazából öngyilkos helyszínelő képet, majd mindjárt fogok mutatni képet. Igen, na itt van néhány ilyen kép ebből az anyagból. Itt például rekonstruálják a bűnügyet, itt a zsebtolvaj kiszedi a táskából. Tetszik látni? Itt történik a bűn. Akkor ez hogyan csempészszű ki pálinkát? Ez is egy ilyen rekonstrukció. De ezek nagyszerű képek, és a kádárkori WC-knek egy nagyon szép. Akkor ez egy másik csodálatos kép szerintem. Itt például az van, ez valami TS pénztár lehet, és azt mondja, légy udvarias, ha azt akarod, hogy veled is szépen bánjanak. Ez nagyon-nagyon szép ez a felirat. De sajnos betörtek, ami nem az udvariasság. Ez is egy csodálatos dolog, ebből látszik, hogy a rózsavölgyi zenemű volt, az egyáltalán nem égett le úgy, hogy ne lehetett volna helyre, hanem ez 61-ben történt, ez a borzasztó tűzeset, és ezt felhasználták arra, hogy itt mindent szétverjenek és modernizálják, és elvesztette. Jaj, hát ez is nagy kedvencem. A kádárkori rendőrségnek az 56 után 60-ig, 60-62-ig hatalmas erőkkel próbáltak a grafitizők, ilyen politikai, ilyen antikommunista grafitizó. Nem tudom, sikerül-e kiolvasni, vagy segítsek. Ilyen kincsek vannak a levéltárban, és ez segített a Fortepán feldolgozni. Mindenki el tudta olvasni? Nem? Távolról nehéz? Arra tanít Engels és Marx, tiéd a WC, amiben szarsz. A tiéd az ilyen unortodox helyesírással van írva. J betű van benne. Ha nyakig vagy a szarba, itt egy nőbetű is jelzik, kapaszkodj az életszínvonalba. De még ennél sokkal malacabbak is vannak. A Fortepánon tessék keresni. Három komoly offenzívát indítottunk, hogy külföldi gyűjteményből hozzunk haza dolgokat. Most a kudarcokat nem mesélünk, mert mi előre nézünk a Fortepánnál. Végül is a híres Zürichi Műegyetem archívumából 218 Karl Lutz képet sikerült hazahozni, vagy hát a vásolatát elhozni. Azzal sikerült meggyőzni őket, hogy ott nem olyan érdekes ez a dolog. Azt mondták, hogy még soha életükben ingyen nem adtak képet. És akkor addig mondtuk, hát akkor sajnáljuk, mondtuk. De akkor az egyik vezető azt mondta, na jó, akkor tegyünk kivételt. És itt van maga Karl Lutz, a híres embermentő, aki a Wallenberget tanította, hogy kell ezt csinálni. 14 országot képviselt egyébként, mert ugye elhagyták a Anglia, Amerika, és ő mint svájci diplomata, és az amerikai követség épületében az ott dolgozott. Ez a legmegdöbbentőbb kép. Tamási Miklós mindig azt mondja, hogy 600 000 ember, majdnem 600 000 embert elpusztítottak, és alig maradt a holokausztról kép. Ez a Vadász utcai üvegháznál tolonganak papírokért felülről készült kép. Hát akkor térjünk rá voltak éppen a tárgyra, most már nagyon elment az idő, gyorsan végpörgetem. Néhány érdekes városligeti kép az 1697 kép közül. Hát ugye ezt is a levéltártól kaptuk, ugye ebben a teremben nem illik ezekkel büszkélkedni, ami itt is megvan a raktárakban. Ez a millennium idején cigány sátor. Akkor ez nagy kedvencem. Az 1864-ben alapított Paholek Károly féle első magyar kard, sarkantyú és felszerelésgyár szortimentje. Igen, kard, sarkantyú és felszerelésgyár. Nagyon szép kép. Sajnos nem tud jól együttműködni az a nagyon drága masina ezzel a géppel, mint megtudtam, és nem elég éles a kép. De maga a kép az valójában nagyon éles, csak a vetítő nem elég jó, vagy nem tudja szépen kiadni. Ez már volt ez a kép, akkor hát igen, az évet azt most nem írtam mellé. Ugye ilyen szép kert volt a Szépművészeti Múzeum körül, Széchenyiről rengeteg jó képünk van. Itt homok volt eredetileg a II. Világháborúig, tehát egy ilyen homokos strandot idézett meg, itt homok volt kő helyett. Hát akkor a rondadókról is van. Tulajdonképpen a 42. október 20-án rá volt írva a negatívra, akkor ez a Pesti Újság zsidómentes Magyarországért
küzd, harcol a legnagyobb példányszámú magyar lap, a Pesti Újság, igen, akkor a Fortepán nem művészeti archívum, de némelyik képnek hallatlan művészeti értéke van. Ez a kép például olyan gyönyörűen van komponálva, hogy bármilyen galériába ki lehetne tenni, vagy falra. Ez egy másik kép, ahol ugye egy fagylaltos látható, és mögötte a már rangja vesztett fesztikörkép. Ugye, mert a Szépművészeti Múzeum helyén volt a fesztikörkép, de turnéra utaztatták a fesztikörképet, és mire visszajöttek, már nem volt meg a helye. A turné egyébként teljes mértékben kudarcot vallott. Azt olvastam talán a Városliget lexikonban, hogy közben megjelent a mozi, és ez agyon verte a körképek nemzetközi divatját. Akkor ez egy másik, a ma Pálmeháznak nevezett, hát az eredetleg országos kiállításra épített gyönyörű épület, ahol anyukám dolgozott bérelszámolóként, még jogi egyetemre járt, ezért körülbelül 100-szor jártam az épületbe. Azelőtt voltak a régi Nemzeti Színház, nem, a magyar szín, a német színház, pesti német színház homlokzatán lévő szobrok, amik a háború alatt valahogy eltűntek. Ez is egy nagy ritkaság. A fiatal Kádár János még belügyminiszterként a Vidám Parkban szórakozik. És milyen jól öltözött volt Kádár, ugye? Akkor a BMW, én még emlékszem diákoromban, hogy a BMW mekkora szám volt, nyitás előtt itt tolonganak az emberek, hogy ők legyenek az elsők, hogy ők tudják a leklasszabb prospektusokat megkapni. Azt hiszem ez egy Urbán Tamás kép, emlékeim szerint. Akkor hát elég kevés kép maradt fönn a Lilliputi színházról, és a Fortepánon van egy pár nagyon jó kép. Az ember nem tudja, hogy tulajdonképpen mit gondoljon a Lilliputi színházról, hogy ez egy embertelen őrültség volt, vagy pedig testi hibás embereknek értelmes tevékenységét adott gyerekeknek jó gyerekkort. Nem tudom, mit kell gondolni ma erről. 1944-ben, még a nagy bombázások előtt a magyar légierő végigfényképezte Budapestet, és itt látható a Városliget a levegőből. Itt még jól látható a rotunda, meg hát csomó részlet, ami aztán később elveszett. Itt az artista képzőben manöken képzés folyik, illetve felvételiztetnek, hogy manökenek, és csodálatos a kádárkori zsűri, az ő nézésük, az ő öltözködésük. És, tessék, hamutartó is csodálatos. Igen, rengeteg mindent lehet itt látni. Az a nyakkendő, az a szemüveg, ez az unott arc, igen. Igen, itt egy kicsi révületet is látok ezen az arcon. És ez a minta, ez a feledhetetlen minta, az is nagyon jó. Szóval nagyon klassz, csomó ilyen kép van erről a válogatásról. És ez megint egy művészi értékű kép, véletlenül elkapott kislány, motorkerékpár, akkor itt az óriás kerék. Szóval ez egy csodálatosan komponált kép. Itt pedig Rákosi Mátyás ruhadárát lehet megcsodálni. Azért ebből a testalkatból ezt a kiállást kihozni azért ez szerintem nem semmi. Szőnyeg is van, hogy nehogy. Igen. Ez meg a szégyenletes 1957. május 1-i 100.000-es szimpátia tüntetés a Kádár rendszer. Igen. Akkor van egy ilyen, elég sok ilyen körhintakép van, ez is nagyon szép. És fiatalabbak nem emlékeznek egyáltalán, hogy minden egyes május 1-én így beépítették a Gorki fasor, vagy hogy is hívják, Városligeti fasor. És a legjobb, ország legjobb dekoratőrei versenyeztek, hogy ezeket a jól ismert arcokat újszerűen tudják bemutatni. Itt garázdasággal gyanúsítható fiatal emberek zaklatása folyik, és felhívom figyelmet a jól öltöző, csinos önkéntes rendőrre. Én őszintén szóval ennek a rendőr tizedesnek a haját egy kicsit hosszallom. Én életből nem emlékszem ilyen hosszú rendőrökre, de ilyen önkéntes rendőrökre se, az az igazság. Akkor ugye a régi, nagyon sokáig gondolkodtam, nem tudtam felidézni a régi elvázsolt kastélyt, és van egy pár kép a Fortepánon, úgyhogy ez nagyon klassz, hogy nekem speciál ez jobban tetszett, mint a új. Hát akkor itt van a már a feledésbe merült, szerintem akkoriban nagyon dögös bölényház, ahol a jól emlékszem, hogy az igazgató kis ültek annak idején, és ez a mostani állatkerti rezsim áldásos tevékenységének következményeképpen az eredeti épületeket vissza, és ennek mennie kellett.
Hát akkor itt van, ez is egy csodálatos kép, hogy az OTP az milyen csodálatos logóval és ilyen költeménnyel lehet, de leginkább a Zaporozhets, Bece nevén Zápor Jóska, vagy Hruscsov bosszúja. Mikor én gyerek voltam, akkor azt mondták, hogy ez a Hruscsov bosszúja, és nem értettem, hogy miért. És apukám elmagyarázta, és azt mondta, hogy azért, mert elkezdték tervezni, és a Hruscsov már rég megbukott, mire forgalomba került. Hát akkor itt vannak a csodálatos plédobozok, szintén a BMW-ről. Ezeket azért tettem a végére, mert hogy színes képek is vannak a fortepánon természetesen. És zárásul ezt Urbán Tamás kapta le. Egy ilyen játékos kedvű csapat úgy érezte, hogy ez jó ötlet így rekonstruálni a híres festményt. Egyébként, amikor elmentem a Nemzeti Galériába egyszer megnézni, akkor óriási felfedezés volt, hogy itt egy üveg után nyúl, és nem pedig valami, nem tudom mi után. Tessék? Nem PET palack, nem PET palack. Talán elkerült egy figyelmét a tudós társaságnak, hogy a legnagyobb élő költőnőt is megihlette a fortepán, és azzal megnyerte a Libri Irodalmi Díj első alkalommal kiosztott Libri Irodalmi Díjat. Csodálatos versek tömege. Most nem olvasom föl, mert kifutottam az időből, de érdemes. Nincsenek a verseknek címei, hanem a címkék vannak megadva a cím helyett. Nagyon szép versek. Van egy Torkunkon akadt lelet, amit már egyszer ebben a teremben ismertettem, de most csak vázlatosan. Ugye majdnem minden héten kapunk egy telefonhívást, elmentünk 3 évvel ezelőtt, hogy persze, hogy kell. És nagyon érdekes képeket találtunk. Például ezt a képet megtudtuk, hogy 1936-ban az az ember, aki fényképezett, járt Moszkvában, és ennyi cipőpucoló gyerek van. Ezek már mind a forradalom után születtek, és hát ugye alig van pucolni való cipő. Ez az ember fényképezte ezeket a képeket. Többek között a saját fiát is ő fényképezte le, és a múltkor már egy kis kvíz keretében valaki kitalálta, hogy ez nem más, mint Soros György még fiatal korában. Ez a papája Soros Tivadar, aki egy nagyon-nagyon sok gyerekes szabolcsi faluban született, és aztán Hajdúnánáson érettségizett, és aztán Pesten csinál nagyon jó házasságot kötött, és ahogy a gyerekei mondták, a eszperantó nyelven írott könyvének előszavában, a papa a legjobban ahhoz értett, hogy kell a pénzt elkölteni, azt mondták. De a fia itt a legjobb iskolákban tanítatta. Ez egy soha vissza nem véget nem érő folyam. Azért Torkunkon akadt lelet, mert nem kaptuk meg a mai napig a engedélyt, nem magától Sorostól, aki a 84. születésnapján megkapta azt a sok száz képet, amin ő van gyerekként, fiatalként, hanem az ő körülötte levő emberek valahogy úgy érzik, hogy nem akarják, hogy ez egyelőre nyilvánosságra kerüljön. Igen, itt látható a szűkebb csapat, itt Tamási Miklós, akkor Simon Gyula, Pálinkás Zsolt, Péter Gábor, Gál László és Varga János, ők a legszűkebb csapat részei. Ez van a irodánknak az ajtófélfáján, és itt vannak azok az emberek, akik minden nap foglalkoznak azzal, tehát nem csak Tamási Miklós meg én, hanem ők is rengeteget dolgoznak, és ők nekik köszönhető, hogy ez fejlődik ez a, és nem a Szerencsejáték ZRT-nek, ahol már egy harmadik pályázatot is beadtunk, akkor úgy éreztük, hogy túl keveset kérünk, most 5 millió forintot kértünk, de sajnos most sem jutott, és a honlapjukon csak a 15 milliónál nagyobb támogatásokat kell jogszerint feltüntetni, és ott nagyon érdekes dolgokat találtunk. De nekünk nem jutott sajnos. A 100. fortepán kép, ahogy mondtam, az múlt pénteken került föl. Itt van a nagy történelmi pillanat, amikor fölkerült. Ez az a kép. Nádas Pétertől kértünk képet, aki ugye fotósként kezdte a pályafutását. 6 képet küldött, azt mondta, bármelyiket válasszuk ki, és ezt a korabeli szelfit, ez 16 éves, 1942-ben született, és 1958-ban készült ez a szelfi, amikor ő fotós tanuló volt, és úgy érezte, hogy amit már sok százszor a fototörténetben megcsináltak, ő is azért megcsinál. És akkor viszontlátásra jövőre a Nemzeti Galériába, és nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Köszönjük szépen Török Andrásnak!